Sziasztok, Balázs vagyok, ez itt a Játékok a polcról. Elég sokan szóltatok nekem az elmúlt héten, hogy a YouTube csatorna feliratkozóinak a száma átlépte az 1000-et. Igazából magam is természetesen észrevettem, csak abszolút nem készültem semmivel ebből az alkalomból, de most úgy gondoltam, hogy egy ilyen pár perces videóban azért mégiscsak megszólalok a dolog ügyében, és akkor ennyivel le is van tudva a dolog. Igazából az, hogy ezren követitek a dolgaimat YouTube-on, az tök jó. Nagyon örülök ennek a számnak. Igazából, amikor elkezdtem, akkor abszolút nem volt a fejemben semmi nem ilyen szám. Én úgy voltam vele, hogy ha nagyjából 100-200 embernek tetszik, amit csinálok, akkor érdemes csinálni. Azt hozzátenném ugye, hogy az 1000 feliratkozó az ugye nem azt jelenti, hogy hétről hétre ténylegesen ennyien követtek. Nagyjából egy 250 ember van, aki mindent megnéz, amit nagyjából csinálok tartalomtól függetlenül, és akkor van még valamennyi ember, aki a témától függően mondjuk csak a Lego dolgokat, vagy csak a G.I. Joe dolgokat követi. Nincs is ezzel alapvetően semmi gond. Szóval ez pont olyan mennyiség, ami miatt azért érdemes alapvetően csinálni, én elégedett vagyok ezzel. Azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt egy évben már átléptük a 900-at. Én azt hittem, hogy sokkal gyorsabban meg lesz az 1000, de hát egy ilyen nagyon-nagyon gyöngvegyelős volt, mert általában, hogyha feliratkozott két ember, akkor másik két ember leiratkozott, és nagyjából volt egy ilyen rotáció, biztos miattam is, vagy nem tudom, de lényeg a lényeg, hogy elértük, sőt már át is léptük, tehát azt hiszem, hogy 1002 most a feliratkozóknak a száma. Hogy miért fontos ez? Hát nekem abszolút nem fontos, igazság szerint nem tartom ezt olyan nagy dolognak, vagy nagy eredménynek. Hogyha egy szenkor főzőlappal verném a hátamat élő adásba részegen, akkor valószínűleg egy fél délelőtt alatt több jönne össze, mint 1000 feliratkozó, de hát ez a tartalom miensége miatt is van így. Igazából tudom, hogy réteg téma az, amivel én foglalkozok, és még a témával foglalkozók jó részének se feltétlenül szimpatikus vagy kedvelt, amit én csinálok, úgyhogy hát igazából nem mindenki néz, aki alapvetően nézhetne, de nincs is ezzel semmi gond, megvan a magam közönsége, akik kedvelnek és követnek hétről hétre, hogy éppen mit csinálok. Köszönöm szépen mindenkinek, azoknak, akik követnek, meg akik nézik a videóimat, illetve akik a Facebook oldalon, meg a blogon is követik a dolgaimat. Ez a három dolog, ez kiegészíti egymást, tehát az, hogy most van 1000 feliratkozó a YouTube-on, az önmagában nekem nem értelmezhető, én abba szoktam gondolkodni, hogy úgy unblock hány ember az, akire hatással vagyok, hogy mondjuk így, és az hát azért nem 1000 ember, hanem azért jóval kevesebb, de jól van ez így, teljesen rendben van ez így. Ugye tisztában vagyok vele, hogy a videóimat azért sem kedvelik annyira sokan, mert hosszú, néha terjengős, néha nem tudok beszélni, nem olyan profi a technika, amivel csinálom a konyhaasztalnál még mindig, nem látják rajta a fejlődést, és nincs is. Tehát ezekkel én mind-mind tisztában vagyok, tehát igazából semmilyennel nem lehet bántani, mert én ezekkel pontosan a tudatában vagyok, hogy mik a dolognak a hibái, de hát ilyen ez. Nem nagyon vagyok hajlandó ebből igazából engedni, mert tudom, hogy a mai világ olyan, hogy az egyképes meg a 20 másodperces információ közlés irányába halad minden, de én meg fél óra alatt nem mindig tudom elmondani, amit akarok. Ez ilyen. És alapvetően ezek a videók azért vannak, hogy elmondom, amit szeretnék, és aztán az vagy tetszik a népeknek, vagy nem. Minden esetre remélem, hogy azért velem fogtok tartani, még a továbbiakban is. Ezt a megkezdett irányvonalat ezt igazából folytatom, ameddig tudom. Nem mindig könnyű, főleg ugye a nem Star Wars figurás jellegű videókkal szoktam sokszor bajba lenni, mert ezeket általában kisebb hatásfokkal tudom beszerezni, meg nem mindig időbe, úgyhogy az mindig így gondot jelent, de igyekszem, úgyhogy legyetek velem itt a továbbiakban is. Köszi szépen mindenkinek, sziasztok!